Elek Gábor, az FTC vezető edzője áll mellettem. Először is szeretnék gratulálni a győzelemhez. Miként értékeli a találkozót? Elégedett a láttatakkal? Ha az összhatást nézzük, akkor nem. Tehát voltak a mérkőzésnek bizonyos szakaszai, amivel mindenképpen elégedett lehetek, tehát főleg a kezdésünk az elmúlt időszakhoz mérten nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán sajnos itt a kapus teljesítmény miatt nagyon-nagyon megültünk a hátsó dolgainkba, tehát abban feltétlenül több kell majd itt a későbbiekben. A visszarendeződésünk se tetszett, nagyon kevés falttal kézilabdáztunk. Isten igazából ilyen kosárlabda mérkőzés jellege volt, tehát mind keménységében, mind gólgazdagságában ennek a mérkőzésnek, tehát ez nekem így nem tetszett. A 35 kapott gól az nagyon sok, mi nem stimmelt a védekezésben? Én ma elsősorban a kapus teljesítménye nem voltam elégedett, tehát én úgy érzem, hogy jól kezdtük el a védekezést, és utána nagyon-nagyon bizonytalanná vált azáltal, hogy igazából minden, ami kapura ment, az gól volt, tehát ott egy kicsivel több segítség kellett, sőt nem is kicsivel a kapusoktól. Én úgy gondolom, hogy ha ezen változtatni tudunk, mert muszáj és kell, hogy változtassunk, akkor azért nem lesz ekkora problémánk, mint ma. Tehát azért azt is látni kellett, hogy itt... És most ezzel nem szeretném megsérteni a hazai csapatot, de nem érzem úgy, hogy egy pillanatig is veszélybe forgott volna itt az, hogy ezt a mérkőzést kinyeri. Tehát összességében esetett jót annak, hogy ami hátul történt, mindenki gólt akart lőni elől, amit azért viszonylag könnyen meg is tudtunk tenni. Ennek ez volt a hozadéka, de feltétlenül, tehát itt az egy hetünk van arra, hogy ezen nagyot változtassunk, tehát ez mindenképpen talán a legfontosabb feladatunk. Kit, illetve kiket emelnek ki a csapatából? De úgy gondolom, hogy a Nere Apenát mindenképpen a Tomori Zsuzsi végre elől úgy gondolom, hogy jól játszott. Én a beállósokkal maximálisan elégedett vagyok, hangsúlyozom, itt a támadó játékról beszélek, ma a védekezésben is igazából senkit. Én azt gondolom, hogy elől nagyon nagy problémánk nem volt, hátul meg igazából csak az volt, tehát úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyedül a Nere Apenát tudom. Vagy rá tudom azt mondani, hogy igen, az egy nagyon nagy teljesítmény volt, vagy nagyon jó teljesítmény volt. A többieknél pedig átlag, vagy az alatti, ugye mert a védekezés ez borzasztóan lerontott itt teljesítményeket. Itt emellettem Kis Szilárd, a hazaiak vezetőedzője. 13 játékost nevezett a keretbe, többen ugye a diákolimpián szerepelnek, gondolom ennek ez az oka. Miként befolyásolta a mérkőzést ez? Nem befolyásolta, nem, egyáltalán nem. Mi ezt tudatosan így kértük, hogy ne kelljen 3 nap ponta játszanunk, főleg nem ilyen nehéz ellenfelek ellen, ezért nem mentem bele a halasztásba, hanem lejátszottuk a mérkőzést. Nem fáradtak el nagyon a lányok a végére esetleg? Nem, sőt. Inkább azt hiányolom, hogy nem adták ki magukból azt, hogy elfáradjanak. Miként értékeli a látottakat így összességében? Hát úgy gondolom, hogy nagyon gyenge védekezésünk volt. Önmagáért beszél, hogy 43 gólt kaptunk. Viszonylagosan eredményes támadójátékunk volt 35 góllal. De hát ennyi technikai hibával, amit mi ezen a mérkőzésen csináltunk, ebben az osztályban nem lehet komoly eredményt elérni. Ön is említette, hogy a dobott gólok számával elégedett, viszont a 43 kapott gól az elég soknak mondható. Mi az, ami nem stimmelt a mai napon a védekezésben? Hát semmi nem stimmelt, főleg nem az ütközések. Véleményem szerint például Eldősi Ildikó nagyon jól játszott. Ki, illetve kik lehetnek azok a játékosok, akit kiemelne ma? Illetve Lérán Vivien sokkal több játék lehetőséget kapott, mint szokott. Ön úgy gondolja, hogy élt a lehetőséggel a mai napon? Hát azért, hogy a Vivien játszott, azért én úgy gondolom, hogy a jövőt is néztük, mert nekünk a Fradi tulajdonképpen nem az igazi ellenfelünk, majd a következő két-három fordulóval lesznek azok az ellenfelek, amit szeretnénk komoly eredményt elérni, és a Vivien lábadozóban van, nagyon nagy szükség van rá, és azért is játszottam, hogy belelendüljön. A következő fordulóban a Zérd csapatához látogatnak. Bravúr lenne onnan is a pontszerzés, úgy gondolom. Ön mit gondol erről? Sikerülhet esetleg egy vagy két pontot elhozni Érdről? Hát én alapvetően mindig úgy próbálok a pályára menni, hogy próbáljunk meg mindent. Ma is így mentünk a pályára, ez csődöt mondott. Úgyhogy persze megpróbáljuk, hát vesztenivalónk nincsen. Visszatérnék még kicsit a Diák Olimpiára. Gondolom hallotta, hogy a lányoknak nem sikerült a döntőbe jutás. Konkoly Csaba
vezette győri csapattól kaptak ki az elődöntőbe 2 góllal, viszont holnap bronzmeccs lesz. Miként érdekeli ezt a diák olimpiai szereplést? Én az elmúlt időszakban elég sok diák olimpián voltam. Tavaly pont az én gyerekeim nyerték meg, akikkel foglalkoztam, sőt a döntőt a két iskola játszott, amelyikkel pont én foglalkoztam Veszprémben mind a kettővel. Én úgy gondolom, hogy ha a sport szempontjából, tehát a fejlődés és egyéb szempontból sajnos, ezt mondom, hogy sajnos, nincs jelentősége. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok a csapatnak!